A délelőtti órákban főként a kisgyerekes anyukák választották kikapcsolódásként a dísznövény kiállítás és vásár programját. A gyerekeket ugrálóvárral és egyéb kézműves foglalkozással várták, a látogatók kérésére pedig a felállított standoknál a népi mesterségekről is ízelítőt kaphattak az érdeklődők. Itt például a csipkeverés látható, ha elsajátítani nem is lehetett a pár perces bemutató alatt, megcsodálni annál inkább. A kézművesek elmondták, egyelőre nem sok mindent adtak el, de a vásár jó alkalom, hogy megismertessék mesterségüket, termékeiket. Örülünk, hogy itt lehetünk, gyönyörű szép idő van, sok a csemete, tehát nagyon sok osztály jöttek az iskoláktól a gyerekek, és azok nagyon rácsodálkoznak erre a kézműves termékekre, természetesen a virágokra is, mert ez is egy kuriózum, és örülünk, hogy itt lehetünk, reméljük, hogy még vásárló is akad, mert még egyelőre nem igazán dicsekszünk azzal a felével, de nem is úgy jöttünk, hanem inkább kiállítónak, és hogy itt lehetünk, az már valami. A kiállítók és árusok között mégis a sok színes virág dominált. Több kisiskolás csoport is érkezett, hogy megcsodálják és megismerjék a lakások, teraszok, kertek legszebb díszeit. Ismerkedjenek a virágokkal, szeressék a természetet, szeressék, óvják, kápolják, vásároljanak közbe, nézzék a legendáriumot, mindent. A Betlen lakótelepi parkot vasárnapig díszítik a színes virágok. Ezeket persze nem csak megcsodálni lehet, hanem megvásárolni is. Legyen az fa, cserje, szobanövény, egyszerű kerti vagy éppen évelő sziklakerti virág. Még a tüskés kaktuszok is magukra vonják a figyelmet, hiszen rövid életű virágaik csodaszépek. Bár a látvány önmagában is lenyűgöző, azért még néptánc előadásokkal és könnyű zenei koncertekkel is megtűzdelték a programot, amelyek a délutáni órákban követhetők figyelemmel. A helyi önkormányzat és a budapesti ASSA Kft. Által szervezett dísznövénykiállításon és vásáron a következő napokban is mintegy 40 kiállító és árus fogadja a látogatókat reggel 9-től a vasárnapi zárásig, azaz 20 óráig.